Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Az Agrártárcon belül új profilt kapott a földügyekért felelős államtitkárság. Februártól az erdőkért is felelnek, és kiemelt szerepet kapnak a tárcánál az olyan stratégiai jelentőségű ügyek, mint az öntözésfejlesztés, illetve az erdőgazdálkodás. Az öntözésfejlesztésről Zászlós Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős alelnökével beszélgettünk az elmúlt időszakban már számtalanszor. Most viszont itt van előttünk az erdőgazdálkodás feladatai, annál is inkább, mert kinevezte a szaktárca vezetője az erdőkért felelős helyettes államtitkárt is, Szentpéteri Sándor erdőmérnök személyében, aki, ahogy itt írnak róla, az igazgatási és a gazdálkodási szakmai gyakorlata is példaértékű, tehát nyilvánvaló, hogy jól járt vele a szakág. Vendégem pedig, tehát erről esik ma szó, Tóth Károly, a Vadex termési vezérigazgató helyettese. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm. Most hát ez egy fontos lépés, én azt gondolom. Igen, ez jelzi, a kormány céljai elég körben az ottak. Tehát erősíteni szeretnék az erdészeti vonalat, mindenképpen ezzel megadták a rangját igazából ennek az ágazatnak, valamint az elkötelezettségét is a kormánynak, hogy állásfoglalata, erdőtelepítés, a klímaváltozás káros hatások megelőzése érdekében. Nézzük, hogy milyen célja van, hiszen itt egy stratégiai ágazat lett az erdőtelepítések. 2030-ig szóló erdőstratégia célja, írják ők, hogy az arány 2050-re elérje a 27%-ot. Ez nagyon sokat nem mond számunkra, hiszen jelenleg 21% körül van. De mit jelent ez a gyakorlatban? Hiszen itt nagy meglepetésemre mondott egy számot, még itt a beszélgetésünk Igen. elején, hogy 1% mennyit is jelent. Igen, viszonylag egyszerű kiszámolni, ugye 1 km² a 100 hektár, az ugye az 1% század része a teljesnek, tehát Magyarország területe km² ugyanannyi hektárban 1%. Tehát 93 ezer hektár 1% erdőterület. Ennyivel kellene növelni, 1%-nak ekkora jelentősége. Miért értekelődik fel az erdők szerepe az agráriumon belül? Úgy itt a klímastratégiát említette az imént. Ez egy döntő momentum mindenképpen, tehát hogy érezzük a bőrünkön, most már a hétköznapi ember is érzi, hogy nagyon nagy a baj. Tehát óriási a felmelegedés, a telek szinte -5 foknál hidegebb már nem volt ezen a télen, nincsen összefüggő hó, forróak a nyarak, tehát mindenképpen az ország klímája kezd a dél, nagyjából az a Bulgária, Törökország klímához hasonlítani, és ez ennek hatása lesz a növényekre, állatokra egyaránt. Ennek jó volna elejét venni, és csökkenteni a káros hatásait. Tehát ez a pénz, amit erre szán a kormány, illetve az Agrártárca, 550 hektár új erdőterületet jelent, amihez az állami erdőgazdaságok a saját területükön gazdálkodhatnak. Ez miként vonatkozik a Vadexre? Igen, tehát az állami erdőszektor az elvárás 550 hektár megvalósítása. Mi ebből elég jó kivettük a részünket, mert 22 társaság van, tehát átlagosan 20 hektár körül esne egy társaságra. Beváltunk 50 hektár, tehát duplaját körülbelül ennek a ránk eső résznek. Nyilván azért, mert vannak területeink. Tehát Feje megye ugye nem igazán erdősült, kicsi az erdők aránya, éppen ezért van terület, van szabad terület. Nyilván minden terület nem alkalmas erdőtelepítésre, ahol igazán értékes állomány lehetne, ott már van is. Tehát inkább ez nem annyira az őshonos, inkább a szárazság tűrőbb és kevésbé igényes fafajok jönnek szóba, akár az akác, akár a nyarak, de azért tölgyel is és cserrel is próbálkozunk több helyen. Ez komoly szakmai feladat. Ahogy itt a leírásokból következik, ez az 550 hektár, ez 2 millió facsemetét jelent, és 100 tonna makkot tegyük Igen. hozzá. Igen, ez egy jelentős kontingens. Egyik oldal a szaporítóanyag, a másik oldal a terület előkészítése, tehát ezt meg kell szántani, elő kell készíteni, az ültetés, de a legfontosabb az ápolás. Nem elég egy erdőt létesíteni, létrehozni, utána éveken át azt gondozni kell. Tehát rengeteg kézi és gépi ápolás, vagy akár vegyszerzés vonzata is van ennek, hogy abból garantáltan egy állékony, stabil erdő legyen hosszú távon. Ennek tükrében hogy állunk mi itt a mezőföld szívében? Hiszen viszonylagosan az agrárgazdaság azt hiszem, hogy nagyon fejlett, viszont az erdősítés szintén önöknek köszönhetően. Feje megyében nagyon jók a szántóföldekhez köztudott, tehát az ország legjobb földjei is megtalálhatók itt. Kicsit jobbak azért vannak, de mondjuk ott vagyunk az élmezőnyben. Ez való probléma is, ezeket nem kell azért feláldozni. Nyilván azok a területek jönnek szóba, amik annyira nem alkalmasak mezőgazdálkodásra,
ugyanakkor nem is szikesek, nem is belvizesek, az megint kizárók. Tehát valahol a kettő között van az a tartomány, ami nekünk megfelel. Van azért bőven ilyen terület. Mi összegyűjtögettük a megyébe, ez nagyjából 1000 hektár volna körben, ami potenciálisan most per pillanat szóba jött erre a célra. Nyilván egy ilyen rangsort kell állítani, hogy mi az, ami elsősorban, és mi csak legvégen. Önök ugye az országfásítási program 2019-ben indult el, és ehhez ez egy mintaprogram, amihez nagyon sok település csatlakozott, csak nem 100, és hogyan tudják ezeket segíteni, hiszen itt nem az állami erdőgazdaságok feladatait végzik, hanem segítik azokat a gazdálkodókat, azokat a településeket, akik ebbe a programba beszálltak. Igen, tehát az állami feladaton felül van a magán, ezt úgy kell érteni, hogy a konkrét magánszemély, vagy akár önkormányzat szektor is, aki jogosult pályázni. Most van egy uniós pályázati kiírás, egy VP program erre a célra, jelentős egyébként, egy 12 éves tölgyest például létesíteni, ápolni, és a kieső mezgazdasági jövedelmet, jövedelem pótlást fejlve kb. 5 millió forint támogatás igényelhető. Ez jelentős összeg, tehát érdemes elgondolkodni minden gazdálkodónak. Mi megkerestük a megyei települések vezetőit, és felajánlottuk, hogy tudunk ebben segíteni ebben a telepítésben. Ha ők erre pályáznak és látnak ebbe fantáziát, van teletük, akkor szívesen közel működünk vállalkozóként. Tehát egyik oldalról a fásítási programot szakmai szempontból ellenőrzik, másik oldalról pedig ugye a támogatási és jogi környezet kialakítása is nagyon fontos. Nyilván, hiszen akárhol, ahogy az imént már említette, a földek minősége okán nem lehet erdőt telepíteni. Így van. Tehát a legelső lépés az, hogy meg kell vizsgálni a terület minőségét. Kell egy termőfeltárást készíteni, és egy előtelepítési dokumentációt. Ebből egyből kiderül, hogy gazdaságos-e az a telepítés, van-e értelme. Nyilván mindenhol lehet erdőt létesíteni, nincs olyan, hogy nem lehet. Legfeljebb talajcsere, meg lecsapolás, meg egyebek, tehát ez nyilván költség oldala van ennek. De egy racionális megközelítésben hol van értelme erdőt telepíteni? Ezt meg kell vizsgálni, ki kell választani a fafajt, a technológiát, és nagyon nagy biztonsággal sikeres erdősítés hozható létre. Ebben részt vetnek önkormányzatok és magánszemélyek is. Igen. Ez hogy aránylik? Milyen személyes tapasztalat? Azért jellemzőbb a magánszektor, tehát az egyéni vállalkozók, ők inkább pályáznak erre. Általában olyan területekkel, ahol kevésbé gazdaságos a szántóföldi gazdálkodást. Ugyanakkor van egy érdekes dolog ebben, hogy nem muszáj kivenni művelési ágból. Tehát akár lehet azt, hogy egy rövid távú úgynevezett szabad rendelkezésű erdőt létesítenek, amit később akár visszavehetnek szántóföldi gazdálkodásba. Értem, tehát nincs kötelezettségvállalás arra nézve, hogy ez most 10 év, 20 év, 100 év. Igen, van a klasszikus erdőfogalma, országos adattárban szereplő erdőről beszélünk, ezeket üzemtervezik, ezeknek van egy erdőfogyasztási kontrollja. Itt ez egy tartósan erdő állapot fenntartása a cél, itt nem nagyon van szabadságfoka a gazdálkodónak. Ugyanakkor egy szabad rendelkezésű erdőnél, vagy akár egy fásításnál ez már nem így néz ki. Fásítás például egy fasort tudunk elképzelni, tehát elkészül egy út, amellett célszerű ugye, egy szélvédő sávot, vagy akár egy szántóföld mellett egy ilyen mezővédő erdősávot létesíteni, annak nem kell ott 100 évig lennie, lehet, hogy csak konkrét kultúrát kell védeni néhány 10 évig, aztán vissza lehet venni a szántóföldi gazdálkodásba. Mi a személyes tapasztalata? Mennyire népszerű most az erdőtelepítés? Hát most divat lett, és ennek nagyon örülünk, tehát... És ennek szívesen lennénk a élharcosai, és talán azok is vagyunk a megyében. Iskolák jelentkeznek, megkerestek bennünket, például buszaszabolcsi iskolások csemeteigénnyel. Politikusok szívesen jönnek, és nevüket adják kezdeményezéseinkhez. Népszerű dolog. Igazából a gyerekeinkről van szó. Akinek van gyereke, unokája, az pontosan tudja, hogy ez innentől kezdve ez már nem játék. Nagyon fontos, amit mondott, hiszen ahogy kezdtem egyébként a beszélgetést, hogy az öntözésfejlesztés és az erdőgazdálkodás jelen pillanatban a rendkívül fontos stratégiai ágazat, ehhez mindenképpen kapcsolódik a klímaváltozás. Tehát az éghajlatváltozás hozza azt a feladatot, amelyet önöknek kell elvégezni. Az egyik oldal az öntözés az feltétlenül, hiszen azért tapasztaljuk mi magunk is, hiszen az idén például nem volt hó. Igen. Ezt tudjuk, hogy a szántóföldi növénytermesztésben milyen óriási problémát okoz. Viszont a későbbiekben most jön el, ha úgy tetszik, az erdőgazdálkodás ideje, hiszen a klímaváltozás az óriási
problémákat okozhat, és ezen az erdő segít. Tehát felkészültek erre szakmailag? Hiszen azt tudjuk, hogy beszálltak ebbe a programba, amely segít az önkormányzatoknak és magánszemélyeknek, viszont a saját területükön is folyamatosan folyik az, amit kitűzött célul a kormány. Természetesen. Ugye egyrészt vannak a saját erdőterületeink, ezeknek a fenntartása rendkívül fontos feladat. Itt ugye minden fakitelmelést erdősítés követ, tehát nem csökkent az erdőterület, ez már egy nagy kívás. Szeretnénk telepítésekkel növelni az erdőterületünket, amiről most szó volt ez az állami kánkári program keretében. Emellett részt veszünk bármilyen vállalkozásban, bármilyen külső cégnek, magánszemélynek segítünk, akár vállalkozóként, akár tervezőként. Legfrissebben például a Székesfehérvárosnak a Székesfehérvár tüdeje programban leszünk egy aktív közreműködői, most aláásolt a szerződés. Fehérvár város elkötelezett szintén a klímaváltozás megelőzése hatásai megelőzése érdekében, és belátták, hogy Fehérvárt mindenképpen egy körgyűrűszerűen körbe kellene erdőkkel venni. Elég grandiózus a terület, 3000 hektár a cél. Hát szépen lassan adunk előre, a múltban 3 hektárt ültettünk, több területen, több fásítás területen. Ebben az évben 12 hektár a terv, aztán szeretnénk ezt 100-ra, aztán később még többre emelni. Egy hasonló erdőt kell elképzelni, mint amilyen a debreceni parkerdő. Tehát a város körül egy ilyen uralkodó szélirányt figyelembe véve egy ilyen védő zóna, ami megszűri a port, csökkenti a széndioxid kibocsátást, oxigént termel, csökkenti a zajterhelést, csökkenti a talajvizet például a szárazít térségében. Tehát csupa előnyös hatása volna ennek. Igen, ennek tanúi voltunk, hiszen Csárpalkovics Andrással volt egy faültetés, ami azt hiszem, hogy ez volt az alapkületétel. Ha kicsit kitekintünk Európában, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Európa déli részét mindenképpen sújtja a klímaváltozás, már jelenleg is, ha minket, akkor őket aztán végképp igazán. Hol tartott? Van-e nemzetközi stratégia erre? Igazából ilyen szinten, mint Magyarország, a társuniós tagtársak ezt nem dolgozták ki tudomásom szerint. Igazából, ahol magasabb az erdősültség, ott ilyen nem kell nagyon aggódni. Ott igazán a probléma a fafaj szerkezet. Ugye Európára jellemző ez a hegyvidéki részekre a monokultúra, tehát ezek a luszfenyvesek. Ezek az a probléma, hogy nem állékonyak. Tehát egy széldöntés, egy viharkár, például most a Kíra vihar lecsapott Ausztriára, ilyen dominóként omlanak össze hegyoldalak. És igazán visszatekintünk az elmúlt 5 évre, valóan mindig volt egy komoly hótörés, széltörés. Legutóbb Szlovákiában, előtte Csehországban, Szlovéniában, Erdélyben is tapasztaltak. Tehát ezeknek a területeknek inkább a fafajcsere volna a célszerű lépés. Tehát ez szakmai hiba ilyen értelemben? Vagy ezt nem mondjuk, hiszen ez az... Azért nehéz ezt így kimondani, mert teljesen más volt a klíma régen. Más volt a gazdálkodás jellege. Reagálni kell rá mindenképp, az ottani kollégáknak is, az biztos. Amit említett az imént, hiszen a környezetvédelmi gazdasági lehetőségekről beszéltünk, de a társadalmit csak érintettük. Ez mennyire fontos ma a magyar oktatáspolitikában? Itt gondolok elsősorban arra, hogy ugye a fiatalokat említettük, hogy elkötelezett hívei legyenek az erdőtelepítéseknek. Azt nagyon is jól tudjuk, az erdei iskolák működnek a Vadex jóvoltából, Soponyán és mindenütt másutt, de ez lett a jövő útja? Mindenképpen. Tehát egyrészt környezeti nevelésre van szükség, tehát felkérni a figyelmüket a jövő generációnak ezekre a problémákra. Nagyon jó módja ennek az erdőiskola, meg minden létező ökoturisztikai rendezvény, tehát a gyerek ne az iskolapadból, hanem saját bőrén érezze, tapasztalja meg a valóságot. Aztán, mikor már kinyílik a szemük, olyan 10 éves korukban, akkor ők már pontosan látni fogják, hogy ez mennyire fontos. Igazából a tanárok oktatás ezen csak segíteni tud. Melyek azok a konkrét programok, amelyek az idei esztendőben, hiszen most kezdődött az év, várnak önökre? Hát év elején vagyunk, a vadgazdálkodás feladatok nagyjából lezárulnak, még fátszán hajtások vannak hátra. Fakitelemelés döntően megtörtént, ugye ezt vegetáns időn kívül kell végrehajtani. Úgyhogy nem indulnak a tavaszi erdőfelújítási munkák, az erőtelepítések, amikor beszéltünk is, most fognak elkezdődni. Az iparüzemekben pedig a termelés normál ütemben folyik, tehát gyártunk raklapot, különböző kalodákat iparüzemek részére, valamint a vadfeldolgozóüzemekben zajlik vadhús, tőkehús, és újabban most már késztermék, tehát hamburger, húspogácsa, pástétom, stb. Gyártás is.
Köszönöm szépen. Hát én azt gondolom, hogy ez az erdőstratégia megfelel arra, ami a 21. században fontos számunkra, a köznép, a köznapi ember számára és a szakemberek számára is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk műsorunkat. Szent Vince napján rendezte első találkozóját a Nóhegyi Szent István borlovagrend. A borlovagok megválasztották azt a nemes nedűt, amely 2020-ban a Város Bora címet viselheti. A termőfölddel szoros kapcsolatban élő ember számára mindig meghatározó volt a természet iránymutatása. Ilyen tudás a Vince nap hagyománya is, amely ma újra élő hagyomány, nem csak a borászok, hanem a borkedvelők számára is. A szőlő védőszentjei közül január 22-én Szent Vince nyitja a sort, hiszen a népi mondás úgy tartja, hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince. A Nóhegyi Szent István borlovagrend tagjai is tisztelik a tradíciókat, és ezért gyűltek össze Vince napján, évadnyitó rendezvényükön. Tényleg elbúcsúztattuk az óévet, és megkezdtük ennek az évnek a munkálatait, programjainkat. Nagyon szép alkalom ehhez a kezdethez az a Vince napi vesszővágás, aminek hát történelmi hagyományai vannak. Ugye évszázadok óta a magyar parasztság, de én talán úgy is mondhatom, hogy nemzetközileg is egy izgalmas dolog, hogy a kezdetben meggyőződni arról, hogy mik is a remények erre az esztendőre, és ennek egy szép momentum az, hogy vesszőt vágunk, és ebből próbálunk mindszanap alkalmából következtetéseket levonni erre az évre valamiféle remények jegyében. Úgy gondolom, hogy annyit mondhatok, hogy szépen beértek a szőlőveszők, tehát ez az eddig a tél jól viselkedett ebből a szempontból. A Vince napra pedig hát hagyományos szokták mondani, hogy ha locsog a Vince, tele lesz a pince. Hát nem locsogott a Vince, de erre is a régi hagyományok alapján kitalálták, ha meg szép sütéses idő van, akkor meg jó borok lesznek. Tehát úgy gondolom én, hogy ezt a hagyományt ápolnunk kell, a mai nap ezt megtesszük. Ugyanakkor ezt a napot használjuk fel arra is, hisz most már ugye 18. alkalommal választjuk meg borrendünk történetében az úgynevezett zásztos borunkat, ami egyben a városbora is. 18 alkalommal a zengő volt a zásztos borunk, és úgy gondoltuk, hogy miután ebbe az utóbbi időben már csak két pincészet tudott vetélkedni, hogy kinek a bora legyen a zásztos bor, úgy döntöttünk, hogy megszüntetjük ezt a megoldást, és egy új helyzetet teremtettünk, hogy lehessen szélesebb körben jelentkezni erre a megtisztelő címre, ezért olyan szabályokat alkottunk, hogy a zászlósborunk lehetőleg tájjellegű legyen, tehát Székesfehérre környékéről származzon, borrendi tagnak, tehát ez egy zárt rendezvény, borrendi tagnak kell, hogy legyen a szőlője és a bora. Természetesen szeretnénk, hogy ez lehetőleg magyar fajta legyen. Ennek van egy kötött mennyisége is, hisz ez csak belső forgalomba kerül, egyrészt a város részére, másrészt pedig a mi borrendi rendezvényeinkre, hiszen van egy ilyen kötelem, hogy a társborrendeket látogatjuk és egymás borát kóstolgatjuk. Ez egy 150 palackos mennyiség, ami forgalomba egyébként nem kerülhet, de egy új jelenség az is, hogy a legjobb borunkat fogjuk kiválasztani erre a megtisztelő címre, és viselheti majd a város címerét is. Nagyon fontos kérdés az is, hogy tehát nem csak zengő, és ugye a borbírálat megtörtént, mikor tudhatja meg a székesfehérvári nagy közönség, hogy melyik borban tisztelheti az évborát? Igen, na ehhez egy nagyon szép esemény kapcsolódik, amit majd február 8-án tartunk a Farsang keretében, eznek is most már egy ugye nagyon szép hagyománya van, ez lesz a 18. alkalom, hogy egy nívós rendezvényen ünnepelünk. Ez a Magyar Királyban fog megtörténni, és egy gála keretében, amit igazán most már, szinte azt kell mondjam, visszatérő jelleggel, szinte egy ilyen borbaráti kör vesz ezen részt, mint egy 120-140 fővel tartjuk ezt a rendezvényünket. Itt fogjuk bejelenteni, addig természetesen titokba tartjuk, hogy kinek a bora lesz a zászlós bora 2020-ban, és hát szeretnénk is megmutatni majd ezen a rendezvényen a mi zászlósborunkat és egyben a városborát. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!